tanuszoda épült, közel 1000 diák használhatja majd a Baktalórendházi Tisza Kálmán tanuszodát. 150 éves a múzeum, rekordlátogató számmal zárja idei évét a 150 éves József András Múzeum Nyíregyházán. Átadták Baktalórendházán a Tisza Kálmán tanuszodát, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A 421 millió forint állami forrásból épült létesítményben egy 15x25 méteres versenymedencét, valamint egy 6x10 méteres tanmedencét is üzemeltetnek. Az új tanúszodát a nagy közönség mellett a Baktalórendházi járás közel 1000 diákja is használhatja majd. A kormány 2014-ben határozott a tanúszoda program elindításáról, amelynek keretében 24 uszodát építenek teljes mértékben állami forrásból, és amelyek üzemeltetését is a központi költségvetés fedezi. Baktalórendházán kedden adták át a 421 millió forintból elkészült létesítményt, amely egy 25 méteres versenymedence és egy tanmedence mellett a szükséges kiszolgáló helyiségekkel várja az úszni vágyókat. A település polgármestere elmondta, 25 éve Baktalórendház a városi rangra emelésekor fogalmazott meg az, hogy szükségük lenne egy fedett uszodára. Negyed évszázados álomvált valóra azzal, hogy a kormány döntött arról még 2014-ben, hogy járásközpontokban ezeket a tanúszodákat megvalósítja. Köszönet ezért a döntésért, köszönet a 100%-os finanszírozásért, és én úgy gondolom, hogy valóban ez elsősorban a gyerekek érdekeit fogja szolgálni. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár arról beszélt, mennyire fontos az, hogy minden gyerek megtanuljon úszni. Köszöntő beszédemben is elmondtam, hogy az egyetlen egy sportág az, amelynek nem tudása életveszélyt is okozhat. Hogyha a megfelelő vízfelületünk van megfelelő szakemberekkel, akkor tényleg minden család örömmel engedi el a gyermekét bárhova, hiszen 8-9 éves korra meg fogjuk tanítani úgy a gyermekeket úszni, hogy vízbiztosak legyenek, és bárhol biztonságban érezhesse magát, akár a gyermek, akár a szülő. Román István kormány megbízott szerint a hasonló beruházások a településeken élők életminőségének javulásához is hozzájárulnak. Ez a beruházás és az ehhez hasonló beruházások egyértelműen azt bizonyítják, hogy a magyar vidék az felértékelődött, és ma már Magyarország van annyira erős, hogy tudjon erőforrásokat a vidéki élet fejlesztésére is fordítani. Ez az uszoda és hazai forrásból valósult meg, és én azt gondolom, hogy az egész térségnek a javát szolgálhatja. Szükségünk van arra, hogy minden településen olyan életkörülményeket tudjunk teremteni, ami méltó a mai világunkhoz. Én úgy látom, hogy ehhez a szándék is megvan, a források is megvannak, és az önkormányzatok is egyre ügyesebben pályáznak, így a megyében nagyon sok ilyen és ehhez hasonló ünnepségnek lehetünk a részesei. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy Csenger és Máté Szalka után újabb járási székhelyen épült uszoda. Ennek a térségnek is megvan az a fajta vízfelülete, ahol a gyerekek a mindennapos testnevelés keretében egy egészséges társadalmat tudnak felépíteni, hiszen azt gondolom, hogy egészséges társadalom egészséges embereken keresztül vezet, és az úszás ez egy nagyon fontos sport, minden izmot megmozgat. Én is szoktam szombatonként járni egy kicsit úszkálni, és azt gondolom, hogy örömmel tölt el, és már meghívást kaptam ide, és hogyha esetleg olyan sokan vannak a Máté Szalkaiba, akkor eljöhetek ide, és öröm tölt el, és remélem, hogy nagyon sokan fogják igénybe venni ezt a szolgáltatást. A tanúszoda program keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Baktalórendháza mellett a csengeri és a fehérgyarmati létesítményt már korábban átadták, Kemecsén pedig hamarosan birtokba vehetik majd az uszodát a fiatalok. Alapításának 150 éves évfordulóját ünnepelte Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye, a Nyíregyházi József András Múzeum. Ebben az évben rekordot döntött az intézmény látogatószáma, köszönhetően két nagy kiállításnak, a Szeúzó kincsek és a Munkácsi tárlatnak. A városvezetés terve, hogy a különböző fejlesztésekkel az idén elért sikereket folytassa az intézmény. A múzeum 150. évfordulójára megújult József András állandó emlékkiállítása. Dr. József András irodája különleges hangulattal várja az érdeklődőket. A múzeum szakembereinek köszönhetően korhű bútorok és kiegészítők mutatják be a polihisztor életét. Az orvos, régész és antropológus szakember, bár 1834-ben Nagyváradon született, mindig is Szabolcsinak titulálta saját magát. Bécsi tanulmányai után 1884-ben lett Szabolcs vármegye főorvosa,
valamint a mostani Józsa András Múzeum európai hírű régészeti gyűjteményét is ő alapozta meg. A megyeszékhelyen nevét és emlékét a múzeum, a kórház egy városrész, illetve utca és kút is őrzi. Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye eredményes évet zár. A szeúzókincsek kiállítás valamennyivel több mint 22 ezer látogatót vonzott. A még mindig megtekinthető Munkácsi tárlatot pedig már több mint 31 ezeren látták. Amellett, hogy a látogatói számunk éppen 2018-ban a szeúzókincs és a Munkácsi 50 sikerének köszönhetően csúcsot döntött, évi látogatottságunk 2,5-szeresére nőtt. Nem feledkeztünk meg a jubileum kiállításainkról sem. Avonta nyitottuk meg a Múltunkról a Jövőnek című kamara kiállítás sorozatunkat. Józsa napra megújult a Józsa állandó kiállításunk. 2019-re áthúzódik a múzeumtörténeti vándortárlatunk, amelyel Kis Lajos elévülhetetlen múzeumi érdemeivel kívánjuk megismertetni a Nyírség múzeumbarát látogatóinkat. Kevés város dicsekedhet olyan nagy múltú múzeumi intézménnyel, mint Nyíregyháza. A 19. század közepétől a budapesti múzeum alapítások példája után a vidéki városokban is megjelent erre az igény. A kezdeményezők általában a helyi értelmiségek közül kerültek ki, de a nemzeti öntudat és a szülőföld szeretete is motiváló erőnek számított. A saját tárgyi és szellemi örökség összegyűjtése és bemutatása a lokálpatrióták büszkesége volt. Ilyen a hajdani lokálpatrióta volt a 100 éve elhunyt Józsa András vármegyei tisztifőorvos, aki sok kortársához hasonlóan a régészkedésben lelte örömét, és munkája nyomán európai hírű régészeti gyűjtemény jött létre. Az egykori népélet és néphagyomány bemutatására hivatott néprajzi gyűjtemény, a szegény emberek krónikása Kis Lajos nevéhez fűződik. Olyan helyi kötődésű, de egyúttal országos jelentőségű személyiségek emlékeit is őrzi a múzeum, mint Benczúr Gyula és Krúdi Gyula. A Józsa András Múzeumnak számos helyi intézménnyel van együttműködése, de szoros kapcsolatot ápol például a Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeummal is, amelynek igazgatója Pollák Róbert egy ajándékkal is készült. Valamint a Zsesovi Múzeum igazgatója is köszöntötte az ünneplő közönséget, amely intézménnyel már egy éve működik együtt a Józsa András Múzeum. A közösen szervezett kiállításokon túl azon dolgozunk, hogy közös projekteken keresztül népszerűsítjük a lengyel kultúrát Magyarországon, valamint a magyart Lengyelországban. Reméljük, hogy az együttműködésünk folytatni fog, s további eredményeket hoz minket nemzet és baráti városi vár. A Józsa András Múzeum fontos szerepet tölt be Nyíregyháza kulturális életében, ezért is fontosak azok a fejlesztések, amelyek segítenek abban, hogy az idei év eredményességét megőrizzék az intézmények, közölte Kovács Ferenc polgármester. A múzeum falában közel 800 millió forint beruházás zajlik, minden jó kísérletre el is készül. Akik korábbi igazgatók, dolgozók tudják, hogy mikor volt ilyen, soha nem volt ilyen, és ez egy újabb nagy lehetőséget nyit nekünk. Természetesen a Józsa András Múzeumra is vannak megnyertes pályázatai, konkrét elképzeléseink, folyamatban tárgyaljuk, hogy a felújítása. A 150 éves évfordulón koszorúkat helyeztek el Józsa András sírjánál a nyíregyházi északi temetőben. A múzeum alapító idén 100 évvel ezelőtt, 1918. szeptember 6-án hunyt el. Három díjat is elhódított Nyíregyháza a szállás.hu portál idei versenyén. Az Aquarius élmény és parkfürdő az év turisztikai attrakciója lett. Az év szállása külön díjat a Pangea Hotel nyerte el, az év apartmanja elismerést pedig a Deluxe Apartman érdemelte ki. Nem régiben az internetes magyar világsztár High the Pain Herold is a Pangea Hotel vendége volt. Nyíregyháza új szállodája, ugyan csak idén nyáron nyitott, azonban azonnal berobbant a köztudatba.
Népszerűségét és minőségét az is mutatja, hogy már most elnyerte az év szállása külön díjat a szállás.hu portál versenyén. Nagyon örülünk, mert mi nem pályáztunk erre a díjra, de az a szakmai zsűri, aki minden évben minősíti a szállodákat különféle kategóriában, úgy döntött, hogy bár ugyan nem neveztünk az év szállodája versenyben, még úgy gondoltuk korai, de olyan sikeresnek ítélték meg a Pangeát, nagyon szép az épület, a dizájnt díjazták, és hát ugye nem utolsó sorban az a vendégértékelés, ami 9,8-es volt egy 10-es skálán, tette lehetővé, hogy megkapjuk ezt a külön díjat, úgyhogy váratlanul ért minket, de nagyon fontos díj ez, hiszen egy minőséget jelöl, és a Pangea egy minőségű szálloda akar lenni itt Nyíregyházán. A portál versenyén a különböző turisztikai elismerések végső sorrendje több mint 190 ezer szavazat, 900 ezer vendégértékelés és a szakmai zsűri véleménye alapján állt össze. A Pangea Hotel mellett Nyíregyháza két másik kategóriában is díjat nyert. A népszerűségi díjak között a Panzió Apartman vendégház kategóriában, a Deluxe Apartman végzett az élen, az év turisztikai attrakciója elismerést pedig az Aquarius élmény és parkfürdő érdemelte ki. 15-től kezdődően 500 ezer feletti látogatószámot produkálnak a nyíregyházi fürdők. Az idei év is hasonló számokat mutat, a nyári szezon jól sikerült, sokan jönnek Nyíregyházára nyáron, igazából Sóstó gyógyfürdő, tehát házas teljes egészében. Mindig vannak problémák, Júlia fürdőt újítottuk fel, az egyik fürdőnket, a városi fürdőt, mellette más fürdő részeket, tófürdőfejlesztést készítettünk elő, de összességében, hála Istennek, ez az év is sikeresnek mondható. A számok még ugye itt a december hónap azért erős szokott lenni, úgyhogy még fürdő szempontjából még itt sok bevételre számítunk, de összességében pedig ez az jelzés, hogy a Aquarius élmény és parfürdő az év turisztikai attrakciója lett 2018-ban, ez azt gondolom, hogy a vendégeknek az elégedettségét mutatja. 6 év alatt közel 60%-kal nőtt a vendégészakák száma Nyíregyházán, tavalyhoz képest pedig idén 9%-os a növekedés, mondta el Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere kiemelte, a városban kiemelt szerepet töltenek be a turisztikai célú fejlesztések. A gazdaságfejlesztés mellett a turisztikai terület az, ahol Nyíregyházának nagyon nagy lehetőségei vannak, jó adottságai. Én azt gondolom, hogy ezt az elmúlt évek bizonyították, de ez nem csak az idő elteltével bizonyosodott, hanem annak a nagyon koncepciózusan átgondolt, folyamatos, következetes munkának az eredménye, amit az önkormányzat végzett, az önkormányzati turisztikai cégekkel elsősorban, a TDM, a fürdő, az állatpark, és amihez csatlakoztak, és ennek én nagyon örülök, a magánszállások. Kovács Ferenc hozzátette, jelenleg is számos turisztikai beruházás zajlik Nyíregyházán, többek között 800 millió forintból fejlesztik a Sóstói Múzeumfalut, és hamarosan befejeződik az új négy csillagos szálloda építése is, valamint 1 milliárd forintot nyertek a gyógyfürdő fejlesztési pályázaton is. 13. alkalommal rendezték meg a Magyar Pálinka napját, ezúttal Újfehértón. Az ünnepségen hazai és határon túli pálinka lovagrendek is találkoztak, valamint új lovagokat is avattak. A rendezvényen a lovagrendek tagjai egy jótékonysági pálinka árverés bevételeit is felajánlották a rászoruló gyermekek számára. Közel 80 díszruhás lovag érkezett Újfehértóra a Magyar Pálinka napjára. Mindegyik lovagrend a saját zászlója alatt egyedi ruháiban vonult a templomi szertartásra. A négy hazai mellett három határon túli lovagrend is részt vett a találkozón, melyet minden évben december 6-a körül tartanak, ugyanis Szent Miklós nem csak a gyermekek megajándékozója, hanem a pálinka védőszentje is. Éppen ezért a lovagok fejet hajtottak Szent Miklós előtt, majd egy szentmisével hálát adtak az idei év gyümölcs terméséért, végül pedig ikonszenteléssel köszönték meg a Pálinka Mikulásnak az egész éves segítséget. A december 6-a Pálinka napja lett, Szent Miklós püspök a pálinka főzők védőszentje, és az ajándékozáshoz kapcsoltuk ezt a ünnepet. Minden évben ez a tárgyévnek a lezárása, gyakorlatilag valamilyen formában hálát adunk a természetnek, hogy a gyümölcs rendelkezésünkre állt, és hát reménykedünk abban, hogy jövőre legalább ilyen évet tudunk zárni, vagy még jobbat. Igazából egy zárás, és ehhez a ajándékozáshoz még hozzátartozik, hogy a Magyar Pálinka Lovagrend Egyesület nevében azt hiszem 10. alkalommal, vagy 9. alkalommal egy pálinka licit, egy jótékonysági árverés kerül meghirdetésre, és ennek az összegnek a jelképes átadása az ilyen alkalommal történik meg.
A lovagok mintegy 1 millió 400 000 forintot gyűjtöttek össze egy jótékonysági pálinka árverésen, melyet az újfehértói Isten szülő oltalma gyermekekért egyesület részére ajánlottak fel. Ezt követően maguk közé fogadták és lovagi ruhába öltöztették Nagy István agrárminisztert is. A Pálinka Lovagrend eddigi tevékenysége olyan nagyszerű eredményeket hozott a magyar pálinka elismertetésében, népszerűsítésében, és a küzdelmünk miniszterként is, szakmailag is ugyanaz, és az a megtisztelő felkérés érkezett, hogy lépek a tagjaik sorába, ennek nem lehetett ellenállni. Az együttműködést erősíteni, ezeket a baráti kapcsolatokat építeni, és közösen tovább népszerűsíteni a magyar pálinkát, szerintem egy fantasztikus dolog. Az ünnepségen további 3 lovagot is avattak, valamint 2 lovagot kitüntettek a pálinkáért vívott harcuk elismeréseként. Idén már több mint 21 ezer nyugdíjas kap karácsonyi ajándékcsomagot Nyíregyháza önkormányzatától. A 2500 forint értékű csomagra azok jogosultak, akik Nyíregyházán bejelentett lakcímmel rendelkeznek, a 65. életévüket a tárgyévben már betöltik, saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban vagy időskorúak járadékában részesülnek. Tavaly a jogosultak közül csupán 136-an nem vették át az ajándékot. Idén a csomagokat a Magyar Posta november 30-a és december 22-e között kézbesíti. Ha ez eredménytelen, a polgármesteri hivatalban személyesen is átvehető az ajándék. A karácsonyi ajándékcsomag küldés programját már 5. éve folytatja az önkormányzat. Azért, mert szerettük volna, és a nyugdíjasok is szerették volna, egy nagyon jó a visszajelzés, és itt nem csak egy karácsonyi csomagról van szó, egy odafigyelésről, egy karácsonyi jó kívánságokat tartalmazó levél is szerepel a csomagban, és az az elkötelezettség, amit a Nyíregyháza önkormányzat a nyugdíjasok iránt érez, és tanúsít. Én azt gondolom, hogy egy karácsony, egy kiemelt időszak az advent, de az egész évben érvényesül. És persze mindig azt mondom, hogy számomra a legfontosabbak a nyíregyházi idősek, nyugdíjasok visszajelzései, de az is egy jó érzés, hogy az önkormányzat az elmúlt 5 évben kétszer kapta meg az idősbarát önkormányzat címet, ahol egy nagyon komoly értékelés alapján adják ezeket a címeket. Az élvonalban lista vezető Ferencváros vendégeskedik szerdán, Sényűn. A labdarúgó Magyar Kupa 8. fordulójában fogadja az MB3-as házigazda a zöldfehéreket. A mérkőzés 12 órakor kezdődik a sényűi sportpályán. Bár az őszi szezont egy hazai pályán Gyöngyöstől elszenvedett 5-4-es vereséggel zárt a sényűi futballcsapat, az NB3 keleti csoportjának újonca várakozáson felül teljesítve a tabella 6. helyén tölti a téli szünetet. A Magyar Kupában pedig még mindig áll az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes. A tavasszal amatőrkupa győztes sényűiek a 2018-2019-es kupasorozatban ott folytatták, ahol néhány hónappal korábban abbahagyták. Az országos főtáblán előbb a Tordast, majd a Makót búcsúztatták Kapacináig, a 8. fordulóban pedig a sorsolásnak köszönhetően a Ferencváros látogat Sényűre. Az edzések nem álltak le, folytattuk tovább az edzéseket, a közeli Kemecsén kaptunk edzés lehetőséget, ugyanis ott van pályavilágítás, ezt szeretnénk is megköszönni a Kemecsének. Jó hangulatban telnek az edzések, felfokozott hangulattal várjuk a mérkőzést, nyilván senkinek nem kell bemutatni a ellenfelünket, ugye az erőviszonyokkal tisztában vagyunk, szeretnénk megnehezíteni a vendégcsapat dolgát. Egy fegyelmezett zárt védekezésből, ha esetleg adódik lehetőség kontrákra, akkor azokat gyorsan szeretnénk végigvinni. Korábban az Újpest és az MTK a kupában, a Diósgyőr pedig a bajnokságban már pályára lépett Sényűn. A Fradi vendégjátékát is óriási várakozás előzi meg, az 1400 lelkes településen több mint 2500 nézőt várnak a mérkőzésre. Nagyon nagy elánnal készül az egész település, valamint a stáb is a mérkőzésre. Ugye még egyelőre a háttérmunkálatok zajlanak, és mivel a Ferencváros az egy ugye kiemelt sporteseménynek számít, ezért mind rendőrség szempontjából, valamint ugye még ez plusz dolog az is, hogy az M4 élőben adja a meccset, ez megint megnehezíti még egy kicsit a szervezés dolgát, de hál' Istennek jól összehangolva eddig minden sinem van. Az előrejelzések és a jegyeladások alapján elég sok nézőre számítunk, és
Jeleztük egyébként már több fórumon is, hogy déltől kezdődik a meccs, de 10-től van kapunyítás, úgyhogy minél hamarabb jöjjenek a nézők, akik szeretnének jó helyeket elfoglalni. A szerdán 12 órakor kezdődő mérkőzésen a hazaiaknál kapacita kevini eltiltás, Fekete Tamás és Lukács Bence pedig sérülés miatt nem lépett pályára. 32 csapat részvételével rendezik meg péntektől vasárnapig a 7. Tiszántúli Takarék Kupa teremlabdarúgó tornát. A Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában 3 megye 10 településének képviselői lépnek majd pályára. Bár a nagypályás szezon a magasabb osztályokban még nem fejeződött be, a teremben már elkezdődtek a téli időszakban megszokott kispályás tornák. A hétvégén Nyíregyházán egy hagyományos rendezvényen rúghatják a labdát a kispályás foci szerelmesei. A 7. Tiszántúli Takarékkupára 32 csapat nevezését tudták elfogadni a szervezők. A nyíregyházi és környékbeli együttesek mellett Borsodból és Hajdú megyéből is érkeznek majd csapatok. 212 perces játékidővel játszunk, az Inyillen a gimnázium bencs csarnokába, Tiszavasvári úton kerül megrendezésé már 3. éve a torna, a rendes kétlabda pályán, tehát a 20-40-es pályán 3x2-es kapura bonyolítjuk a mérkőzéseket. A torna névadójának képviselője a rendezvény sportértéke mellett a társadalmi szerepvállalás fontosságát is hangsúlyozta. Elégedettek vagyunk az eddigi 6 tornának a eredményével. Nagyon jó meccseket látunk, nagyon színvonalas tornák kerültek megrendezésre, nagyon jó volt a szervezés. A másik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy a regionális hitelintézetként valamilyen szinten így a sportszerető családoknak, ugye részben ügyfeleinknek sikerül valamit visszaadni az egész éves teljesítmény követően. A torna összdíjazása 200 ezer forint, emellett a szervezők a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is elismerésben részesítik. A mérkőzések péntek délután 3 órakor kezdődnek, a döntő két résztvevője pedig várhatóan vasárnap este 6:30 körül lép majd pályára. Bejutott a legjobb 16 közé a Magyar Kupában a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese 1-1-es rendes játékidőt követően hosszabbítás után 4-1-re nyert a Baranya megyei Szent Lőrinc otthonában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A baktalurántházi járás közel 1000 diákja használhatja majd a 421 millió forintos hazai forrásból megépült Tisza Kálmán tanúszodát. Az elkészült létesítményben egy 15x25 méteres versenymedence, valamint egy 6x10 méteres tammedence várja majd az úszni tanulókat, valamint a sportolni vágyó látogatókat. Rekordot döntött a Nyíregyházi József András Múzeum látogató száma idén, köszönhetően két nagy kiállításnak, a Szeúzó kincseknek és a Munkácsi tárlatnak. A városvezetés terve, hogy a különböző fejlesztésekkel az idén elért sikereket folytassa az intézmény. Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye szombaton ünnepelte alapításának 150. évfordulóját. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, december 4-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat, addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, kedden hidegfront vonul át hazánk fölött, amely mögött északnyugati áramlással több fokkal hidegebb és szárazabb levegő áramlik be a Kárpát-medencébe. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd estétől felszakadozik, csökken a felhőzet, estig eső, zápor is valószínű. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhők zavarják a napsütést, csapadék nem lesz, az északnyugati szél eleinte élénk lesz, majd délutánra mérséklődik a légmozgás. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A hét hátralévő részében változékony időre van kilátás, csak rövid időszakra süthet ki a nap, az erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző, több helyen számítani kell esőre,
Csütörtökön és pénteken az eső mellett ónos eső vagy havas eső, havazás is előfordulhat. A minimum hőmérséklet nagy részt vagy pont körül valószínű, a hét közepére gyengül, pénteken átmenetileg kissé erősödik a nappali felmelegedés.